videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, elérkeztünk a következő Rachel RP-hez. Jó szórakozást! És akkor egyben a kollégina is lesz a 20%-ról rendben, amennyiben vállalja. 14 pozitív, vállalom. Rachel, azon az oldalon állj meg. A túloldalra motorra le tudsz majd menni, léci. És aztán persze, a jelöltbe pakolj le. Oké. Okay. És akkor a jelöltbe lepakolhatsz, és majd ezzel fogsz jönni. Oké. Én meg kiveszem az én cuccaimat. Jó. Na, nézzük csak. Gyorsan még bekapok egy-két falatot. Szokásos számolós módszer. 14. Szép napot, bejöhetek? Nyugodtan. Tisztázzanak a játékszabályokat. Igen, rádióban semmiféle kódot nem használhat, bármiféle számkód esetén tudja, mi fog történni. Engedélyünk el rádiózhat, túlszokottan megnézheti ott hátul. Kettő szellempuszunk van. Jó, akkor a szeretném először megnézni a túszokat. Nyugodtan. Jöjjön. Jól vannak a túszok. Erőt, egészséget. Ételt, italt kaptak? Nem kértek. Jó, oké. És akkor van kettő olyan túszunk még, akik nincsenek itt? Igen. Van. Pontosan. Jó. Berádiózhatom a túszok? Igen. Épségét, állapotát? Csak azt, hogy négy túsz van és rendben van, nem bántották őket. Rendben. Azt, hogy kettő szellem túsz van, és kettő olyan túsz van, aki testben és lélekben itt van. Rendben. A túszok állapota rendben van, nem bántották őket. Viszont kettő szellem túszunk is van. És akkor összesen hány túsz van? Összesen négy túsz van. Egy, kettő, három, négy. Tíz-négy. Négy. Pozitív. Akkor hallgatom az első kérést. Jó, akkor mehetünk vissza. Mit szeretnének először kérni? Legelső kérésünk kettő túszért cserében. A boltból kimenet jobb oldali irányba, az összes gépjármű és jármű álljon át a bal oldalra, és a szöges drótot és útzárat szedjék fel. Kettő darab túszért a jobb oldalról minden gépjármű álljon át a bal oldalra, és az összes szöges drótot, valamint útzárat szedjük fel. Nem teljesíthető kettő járművet és szöges drótot, csak három túszért. Nem teljesíthető. Visszatért az egyik túsz. Sajnos csak három túszért tudjuk ezt teljesíteni. Akkor viszont egy túszért az összes szöges drótot szedjék fel egy jobb oldali irányba. Módosítottak az első követelésen, egy túszért jobb oldali irányban az összes szöges drótot szedjük fel. Teljesíthető. Teljesíthető. Kérem, kollégák, szedjék fel az útról, szöges helyes. Akkor szeretnénk kérni az első túszt. Első túszt hozzád felőre. Fú, nagyon izgulok. Teljesítve. 14. A szöges drótok fel vannak szedve. Fekete kabátosra nagyon szuper. Figyelj. Szép napot. Nagyon jó. Viszlát, uram. Viszontlátásra. Hallgatom a következő követelésüket. Azok a sáncsezek, amik ott vannak, azok álljanak át a túloldalra egy túszért. A következő követelésük, hogy a sáncsezekkel álljunk át a másik oldalra. Egy oldalra. Túszért. Már egy át is állt. A kettő darab sáncsezért még mindig nem teljesíthető egy túszért. A kettő viszont darab sáncsez nem teljesíthető egy túszért. Kettő darab túszért teljesíthető a kérés. Csak kettőért. Még van három túsz, mondom. Igen, hát van kettő itt lélekben, meg egy szellem túsz. Jó, akkor kettő túszért, mind a kettő Sanchez akkor álljon át, vagy nem tudom mennyi van. És az egyik összes szellem túszt adnánk érte. Igen, és az összes jármű, ami ott van, jobb oldalt álljon át bal oldalra. Szóval akkor a kettő Sanchez, és tehát minden jármű, igen, ami bal oldalt igen van, az kettő túszért. Igen. Jobb oldalról, balra kinézve. Szóval a következő követelésük, hogy minden jármű, ami jobb oldalt van, az bal oldalra álljon át kettő darab túszért. Teljesíthető? Akkor kérem a kollégákat, hogy jöjjenek át. Teljesíthető.
Nagyon jó. Szeretnénk kérni a túlszakot. Szellemtúszok visszatértek már, vagy még mindig nincsenek köztünk? Jobb oldal. Egy húszok. Darab szellemtúsz tért vissza. Akkor, ha minden igaz, van egyetlen utolsó túlszuk, ami egy szellemtúsz. Igaz? Pedig a szellemtúsz. Pozitív. És akkor ő lesz, meg egy szellemtúsz. Rendben. Akkor a... egy szellemtúsz és egy fizikális túsz fog kimenni az ajtón. Ez négy, várjuk őket. Mehet, uram. Viszlát. Tessék, szóval. Na, egy túszért. Megismerte azt a igen. túszt. Igen. Egy túszért azt szeretném kérni, hogy láthatod a mindegy motoron ül egy-egy rendőr, ők szálljanak le a motorra, és csak akkor szállnak vissza, amikor kifáradtunk a boltba. Rendben. Egy túszért. Egy túszért cserébe a Sanchezen ülő, tehát a motorokon ülő rendőrök legyenek kedvesek leszállni, és csak akkor üljenek vissza, hogyha igen. ők kimentek a boltból. Kebab. Teljesíthető. Teljesíthető. Ennek örülünk. Akkor próbálja kialkudni, hogy a tűztárgyaló kijöhessen, mielőtt elkezdődne az egész. Kérem, jöjjön hátra. Menjen hátra. Jól van. Megvan az úr? Hova megy az úr, még maradjon. Mielőtt megkezdődik az üldözés, én kimehetek? Már nem a motorokhoz? Unblock ki. Te vagy itt? Igen. Akkor melyik a mi? Nem. Az? Közelebbi? Negatív. Ami a fához közelebb van? Igen. De tűlnek a Sanchezen, vagy nem tudom, ami motor alatt az nő. Szerintem igen. Legyen szó, kollégák, ki ül a motoron? Én ülök motoron, de ez nem egy Sanchez. De a kompletten a motorokról kellett leszállni. Az utolsó túszért, aki a vezérezedes egyben. Valaki csinálja meg a kebabot. Teljesítve van a kérés. Teljesítették a kérésüket. Igen, megvan mindenki. Képzeljenek a hölgyhöz, lehúzom a rádió, eltalálom a földre, viszlát. Viszlát. Jönnek. Kedvét egészséget. Gyere, Dév. Dév, a kesztyű tartóban találsz rádiót, légy szíves, vedd ki, jó? Rendben. Akkor lenyitom itt a kesztyű tartó, kiveszem belőle a rádió. Van egy kis gond, neked kéne vezetned. Ahogy mondtad, Danielvel elkezdtek rám jönni a munkaegyik központ mellett lévő alagútból egy terepjáróval, végén. Átveszem a rádiót tőled, jó? Oké, tessék. Köszönöm. És merre menjek? Jelölök, jó? Oké. Hú, minél gyorsabban gyere, ha tudsz, mert nagyon jönnek rám. Jó, hogy nálam nincs semmi, egy sokkoló, de tudsz tenni a kabátom is ebédbe? Minden benne van a csomagtartóba. Ebben vagy az aluljáróban? Nem, én itt vagyok a robotnál, Bolinnál. Gyere, gyorsan, gyere. Le akarnak fegyverezni. És lassú az a szarsács. Hol vannak? A nagyon régi önkormányzat ékszerbolt alatt vagyunk. Gyere. Másik két elkövető most halad el a regisztrált előtelep mellett. Rök menni. Na! Jaj, gyere. Regisztrált előtelep felé mennek. Az a gond. Hogy nálam sincs fegyver, és nálad sincs fegyver. Védi mellett haladunk el. Álljunk már meg egy pillanatra, hadd vegyem ki. Jelenlegi PD, megyek segíteni. Vedd ki max a sokkolót. Amennyiben nem látnak más kiutat, aktív a tűzparancs. Csak is végső esetben. Mehetünk. Erre? Megkérdezem a rádión. Vizuális kontaktunk van még? Ő forduljon vissza, feléjük tart egy Sanchez. Most haladunk felé a tart egy Sanchez. Forduljunk vissza. Lekanyarodott... Dave, forduljunk vissza a kórház felé. Oké. Jaj, kollégák, jöjjenek gyorsan a helyszíne mind a kettő elkövető.
kiittatta még. Kell menni? Felment a hegyre a Sanchez. Elvesztettem a vizuális kontaktot. Másik kollégáik, vagy többi kolléga, merre van? A pozíciót kérnénk. Mi itt vagyunk a rendőrség után, a rendőrség mellett lévő boltnál. Valószínűleg Daniel rosszul lett, elájult. Én leestem a motorról, viszont csak egy oszlopnak mentem neki, jobban vagyok, viszont mind a kettő elkövetőt kiiktattam vége. 10-4. Tartson ki. Hú, az egyik kollégánk elájult, a másik még bírja valamennyire, és két elkövetőt pedig kiiktatott. Azt a mindenit. A másik Sanchez pedig felment a hegyre. Mind a kettőt kiiktattam. Igen, jól vagyok. Hál' Istennek. Csak ők vannak. És hol a kollega, aki rosszul van? Szerintem ott az oszlopnál, ahol a motor van. Még nem mindegy. Nem megnézem gyorsan pulzusát. Jó, kinyitom jobb első ajtót. Megnézem az úrnak a pulzusát. Szép jó napot. Szép napot. Van egy sérült az autó. Nem tudom kitapintani, tehát. Mi történt? Átadom az úrnak. Hát ha minden igaz, a kollégám mondása szerint egy láb és egy hátlövés szenvedett. Kollégám. Nincsen pózusa. Egy kollégája. Hát egy pillanat. A fekete hajú kollégám, akiból ő adta le a vést. Erőt, egészséget! Erőt, egészséget, kedves vezérezredes úr! Te hogy jöttél be az ajtón? Benne volt a kulcs a zárban. Az baj. Valószínű benne felejtetted, vagy nem tudom. Ha? Mióta ősz itt? Hát már egy ideje. Hát lenne egy-két problémám és észrevételem. Te hallgatlak akkor. A legutóbbi pénzszállítás óta nem beszéltünk tulajdonképpen, és voltak dolgok, amik számomra furcsák voltak. Mégpedig? Például az, hogy volt, nem tudom már pontosan ki kivel volt, de voltak olyan emberek, kollégák, akik többen voltak egy autóban, és nem igazán segítettek biztosítani a terepet. Tehát, hogy ők jól el voltak ott együtt, én egyedül voltam, hiszen te pakoltad ugye az autóba a pénzt, és ez így számomra furcsa. Aha, ez elég érdekes. A hátsó gépjárműről beszélsz, gondolom én. Pontosan a már így nem tudom. Igen, és nem nagyon értem az okát, hogy miért nem osztódnak szanaszét az emberek, és, vagy bocsánat, szóródnak szanaszét az emberek, és miért egy helyben állnak olyankor, mikor védeni kellene a dolgokat. Ha minden igaz, akkor az emlékem szerint Horváth Attila, Luna Ferin, illetve talán még Tuskó Lajos volt a hátsó gépjárműben, bár ebben nem vagyok biztos, majd még után nézek pontosabban a dolgoknak, és akkor nem nagyon nézelődtek, csak tulajdonképpen álltak egy helyben? Hát volt, amikor szétnéztek, volt, amikor nem. Tehát most nem nyújtottak szerintem 100%-ot. És igazából én volt, hogy két utcát is egyedül kellett, hogy nézzek. Istenem! És most ez nem beköpés, meg semmi ilyesmi, csak szimplán zavaró, amikor egyedül végzek több feladatot. Persze, egyértelmű, hiszen ők ott voltak hárman, te pedig egyedül voltál. Így van. És abban az volt az a pont, amikor már azt éreztem, hogy kicsit sok, hiszen vezetnem is kellett, figyelnem is, és ők hárman voltak, én meg egyedül. És az a helyzet, hogy te ugyebár kisebb rangban is voltál, míg náluk ott volt egy törzsőmester, ami már egy eléggé szép pozíció tulajdonképpen. Egy szép rendfokozat. Jó. Ez tulajdonképpen akkor majd csak hogy végig az egész pénzszállítás így volt. Tessék? Akkor ez tulajdonképpen az egész pénzszállításon így volt. Hát így, néha szétnéztek, néha meg ott álltak. Igazából. Ezt miért nem említetted meg? Azóta nem találkoztunk, vagy igen? Hát
Talán egyszer találkoztunk, de nem biztos. Pénzszállítás közben ezt miért nem mondtad nekem? Hát mert nem akartam plusz feszültséget generálni. Tehát így is ott volt, benne volt a pakliban, hogy ránk jön bárki bárhonnan. Úgy voltam vele, legyünk túl rajta, legyen minden rendben, és utána. Tehát most ne hagyd már még úgy, én legyek a hibás. Nem, de úgyis, nem mondom ezt. Azért ez egy kicsit vicces szituáció, hogy hárman egy helyben állnak, vagy néha szétnéznek, én egyedül majd a nem létező, mert hagytam el, és akkor még engem kérsz számon. Ezt félreért, ez nem kértelek számon, ne értsd félre. Csak a képensége megkérdeztem, hogy miért nem mondtad. Hát szerintem nem az a legmegfelelőbb pillanat, amikor ilyenekről kell beszélni. Jó, rendben, viszont köszönöm szépen, hogy ezt így utólagosan megemlítetted nekem, mert így akkor meg tudom kérdezni, hogy ennek mi volt pontosan az oka, miért így csinálták a dolgokat, és stb. Jól van. Még van-e valami, amit mondani szeretnél esetleg? Nincsen. Igazából ennyit szerettem volna. Aha. És mész el, vagy maradsz szolgálatban? Maradok. Csak ennyit szerettem volna. Rendben, köszönöm szépen, hogy elmondtad akkor még egyszer a dolgokat. Hát igazán nincs mit. Szép jó napot. Erőt, egészséget. Dave, nem jön? Nem tudom. Dave O'Brien, velünk tartasz? Egy másodpercet kérek. 10-4. Próbálgattam ezeket az új járőrautókat, de nem valami jobb. Hát lassúak sajnos. Igen, meg csúszik is. Melyik emelet? -3. Arra lettem figyelmes, még közben átnéztem gyorsan a raktárunkat. Az ételital részlegünk kicsit kezd fogyakozni. Na. Hát igen. Kellene beszélni akkor azzal a fánkos pasassal, aki itt a városban rengeteg fánkot árul. Ha? Igen, próbálom egy ideje elérni, de sajnos nem sikerült. Megpróbálom még egyszer felhívni. Ez tök jó lenne, hogyha ő szállítana be. Hát jó lenne, igen. Jó, most írtam neki egy SMS-t. Na hát, ha. Igen, mert Daniel, te voltál múltkor velünk a fánkosban, ugye? Aha, igen. Hát igen, te itted meg a mojitót. Aha. Tényleg. Daniel, a pénzszállításon te nem voltál itt, ugye? Hát voltak problémák, úgyhogy nem. Hátsó gépjárműbe szólt bámba, akik kisültek pontosan, tudod? Nem. Miért történt valami? Csak kérdeztem. Hamarosan majd szükségünk lesz egy pénzszállításra majd. Mert kezdünk megcsapanni egy kicsit, fogyatkozni. Éppen egy magyaró darabot próbálok kipecázni a fogaim közül. Mert mielőtt megérkeztél, magyarós fánkot ettem. Magyarós fánkot? Igen, aha. Ilyen kis magyaró darabok voltak a tetején, és az egyik az pont így beszorult, úgyhogy azt próbálom kioperálni. Ha? De nem szórtam szét, nyugi. Nagyon remélem. Nyugi már, tudok szépen lenni. Vagy nem. Ne hiszem neked. Mennyire nem hiszi el. Nagyon csak... Aha! What is this? Álljunk meg egy pillanatra? Meg kellene nézni, tehát... Hát, hogy ez itt így mi? Hogy van? Elnézést, tessék! Ez itt hogy? És ki is mennyi? Hát, hogy ez itt így miért? És hogyan? De hogy működik benne a kulcs, minden? Szép napot! Szép jó napot! Miben segíthetünk? Szólt az úr, hogy itt van egy helikopter, csak kijöttünk, mert nincs, nem is volt eddig, én már itt vagyok egy jó ideje, szolgálatban voltam. Most léptünk ki, nem volt egy kollega se, tehát nem tudjuk, hogy kerülhetett az ide. Hát ez csak úgy magától nem jön ki, azt tudják? Hát tudjuk, persze. Szép napot! Csak mi se értjük, tehát, hogy lehet ez itt. Ja, hogy maga mentős? Igen, mind a kettő azok. Igen, csak most adtuk le a szolgálatot, és itt szólt egy úr, hogy itt egy helikopter. Milyen pozícióban vannak? Segédápoló. Mind a kettő.
Uh-huh. Jelenleg mi még ki se tudunk venni helikoptert a garázsból. Hát semmi baj. Esetleg vigyük vissza nekik, Rachel. Gondolod? Az az igazság, hogy én sejtem, hogy mi történhetett. Én is csak egy furcsa helyen. Pillanat, csörög a fejem. Kicsit addig hátra rakjam. Kollégák, okay. Henry Smith Cadet felvette a szolgálatot. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Akkor visszamegyünk a Cadet. Igen. Ért. LSPD 03 visszamegy az őrsre. Jaj, Dave, kicsit félek, mikor te vezetsz. Miért? Veszélyes vagy. Te magad vagy az élet és a veszély. Hát figyelj, tegnap nagyjából, hát inkább sebességet nem mondok, belecsapottam egy betonfalba a Sanchez-zel, és hát kicsit azóta is fáj a balkarom, tehát... Ezért mondom, hogy félek, amikor te vezet. Tehát most nem, hogy az ellenkezőjét cáfoltad volna meg, hogy ne aggódjak, nem, még nagyobb, még jobban félek. De ne félj, mert a Sanchez volt, ez meg... Hát, az tök mindegy. Ütöttél már el mindenhogy, úgyhogy... Nem, ez nem igaz. Sőt... Ilyen pótlékot szeretnék, ilyen... Na, nem. Plusz pénzeket, juttatásokat. Erzsébet utalvány. Kaptál talán elég kafetérián. Juttatás, mit kaptam? Mi? Elég juttatás. Hol? Akkor nem tudom, hány dollárt költöttem rád meg Danny erre. Hát... Na, kettőnkre? Hoppá, nem csak rám. De várjál, hát rád is költöttem már, nem azért. Hagyjuk. A kolléga hol jár? Itt vagyok a garázsnál, a mínusz harmadikon jelenleg. Hogy menjünk áldozni, kollégák? Én nem tudom. Danielnek csörög a feje. Ja, már itt van? Aha. Én veszekedjek tovább Dave O'Brien-nel. Rendben. Nem kell itt felvágóskodni amúgy, hogy itt nagy költekezésekbe vagy annyi pénzből költhetsz is. Már ne haragudj. Hát igen, épp ezért költök. Na. Tehát... LSPD 24 megkezdte a járőr. 14. LSPD 03 szintén elkezdte a járőrözést. Hát most nem tudom miért mondod ezt, pedig kapsz el egy juttatást. Hát nem, amúgy nagyon kevés a fizetés is, és nincsen védelmi pótlék, hogy te nem ölsz meg. Tehát ilyenkor plusz pénzt kéne kapnom, mikor te vezetsz. Tehát azt mondod, hogy én szörnyűen vezetek tulajdonképpen. Pontosan. Nagyon szagul. Igen. Ezt kijelentem, bátran. Ez elég szomorú. Miért? Ezek mert tények. Tudok vezetni. Hát persze, vezetni. Áramot. Most ide miért jöttél be így? Beugrok a bankba egy kicsit. Mi vagy? Beugrok a bankba. Jó, a pótlékomat hozzad. Nem egy dollárról beszélünk. Jó. Állandóan veszélyezteti az életemet. Nem kapok plusz juttatásokat. Eljöttem. Na, helyes. Remélem borítékba raktad a nagy juttatásokat. Tessék, itt egy boríték. Köszönöm szépen. Na, azért ezt már szeretem. Itt jó lesz majd, hogyha eltörne bármilyen porcikám. Éhen nem halok. Ebből remélem majd... De ez csak erre a napra fedezi szól. Fedezi a sérülést. Hát reméljük nem lesz sérülés amúgy, én abba bízom. Hát az meg a másik, de akkor 4 mínuszban vagyok. Jó van, nem baj. Ezt tudod mi? Ez biztosíték arra, hogyha bármi történik, akkor... Na. Azért itt napokig el kell lenni, etetni magam, stb. Nem tudom, ha mondjuk kezem, lábam törik, akkor nem tudok elmenni a boltba. Ki fog kaját hozni nekem? Hát... Bárki. Ki? Mondd azt, most, hogy ki? Most, ha bárkit megkérnél az állmányon belül, biztos minden neked ételét ad, tehát... Hát, nem biztos. Azért én nem szoktam itt spanolni az állománytagokkal, csak szólok. Hát azért, már nem azért, de a Brokival is elég jóba vagy. Hát nem. Az vele te nem. Vagy jóba. Nem. De. Rachel. Könyörgöm. Mit beszéltetek múltkor? Semmit nem beszéltünk. És akkor ezt miért mondtad, hogy én vagyok jóba vele? Hát te vagy jóba vele, hát neked nagy világi cimborád.
meg lehet tört. Ezt nem mondanám. Tessék? Semmi. Mi az, hogy több? Hát de ha hallod, hogy mit mondok, akkor miért kérdezel vissza? Nem is értem. Te most olyan azt hiszed, hogy én buzi vagyok? Jó, ez nagyon csúnya szó, én nem használom. Akkor meleg, bocsánat. Nem, én azt mondanám, hogy kettő kapura játszol. Ennyi. Nem, ez nem, nem így van. Nem játszok kettő kapura. Hát. És egyre. Se. Oké. Hol Rachel? Semmi baj, Dave. Mostában nagyon elkezdett szívni a véremet. Elmenjünk egy beszédfejlesztő tanárhoz. Nem szükséges. Csak már lejjük sokkal, amikor beszélsz itt nekem. Sokkos állapotba kerülsz tőlem. Lassan már, igen. Ne őríts, menjünk pszichológushoz. Ó, kollégák! Nekik van elsőségük, de rendben van. Ajaj. Bad boys, what you gonna do? És figyelj már, ami krémet adtam neked múltkor. Hát az otthon van. Nem használtad? Van még belőle, kéred? Hát nem kell. Akkor? Kérdeztem, hogy segítette, vagy így hát... nem, vagy le is szaltad az egészet. Igazából bekencéztem magam, de a pihenés segített. Ezt az ezrest lehet be kéne rakni a bankba, nem? Mi van, ha elrabolna? Elveszik a nagy pénzeimet. Figyelj már, téged raboltak el valaha? Soha. Ja, de hát még nagyon régen, de... Jó, mióta rendőr vagy? Nem, nem. Na, engem múlt héten is elraboltak. Tudom, hát én voltam a túsztárgyalód. Igen. Egyébként szép tárgyalás volt. Mit így hallottam. Köszönöm. Belőle. Hát megmentettem az életed. Meg. Hogy így köszönöm. Nem tudom, mondtam-e akkor. Egy ezres lesz szívesen. Szarod adtam, tehát így... Az nem az. Kis vagyunk egyedül. Járdod azt témán ezekkel az újfajta gépjárművekkel? Igen. Egyébként nekem tetszik. Milyen? Aha, viszont nem, lassú. Nagyon lassú. Ó. Esélytelen velük bármit csinálni. Tehát azon, az úgy király amúgy, meg nagyon jól néznek ki, meg menőek, viszont a terepjáró az kapar, még hólánccal is. Valamint a másik, az hát lassú. Na, ezt be kell vallani, hogy egy üldözésnél nem érünk vele semmit. Hát persze. Szóval úgy meg most érted, arra nincs lehetőség, hogy járőrözgetünk, jön valami gebasz, hú, menjünk kocsit cserélni, úgyhogy inkább nem szoktam használni. Én korábban voltam olyan ilyen állományban, ahol nem is tudom, nagyjából ez egy kisvárosi őrs volt tulajdonképpen, nagyjából 10 voltunk így az állományban, és volt elkapó gépjármű, amiért mindig vissza kellett menni. Akarod mondani, kellett? Vissza kellett menni mindig. Aha. Ez az jó szar. Ilyen. Tehát, hogy így nagyon érzetes volt. Hát, most ebben az esetben szerintem ez akkor kivitelezhető, hogyha többen vagyunk szolgálatban. De így nem. Így, hogy most például 2 kocsi megy, az gáz, hogyha a másik még vissza akar menni autót cserélni. Igen, igen, ez így van tulajdonképpen. Kérdeztetek valamit? Persze, nyugodtan. Miért használod olyan sokszor ezt a szót, hogy tulajdonképpen? Nem tudom. Értem. De már te is múltkor ezt mondtad. Mikor? Hát nem tudom, nem is tudom, miről beszéltünk, és akkor mondtad, hogy tulajdonképpen. Hát néha szoktam használni ezt a szót, persze, de hogy annyira nem sűrűn. Én szoktam sajnos. Igen, mondhatni minden második mondatot után tulajdonképpen van használva. Nem, nincsen használva, az mindig. Uh-huh. Oké. Okay. Akkor mostantól elkezdem számolni a tulajdonképpen, jó? Tehát ez lesz az új játékunk neve.
Ahány szót kimondom, annyi szót fizetek neked 100 dollárt. Oké, okay, jó! Na, baj, akkor ez mostantól ez így játszik. És akkor, ha a végéhez érünk, akkor, tehát a szolgálat végét teljesítjük, akkor szépen kicsengeted nekem a kis pénzt. Jó, és hogyha nem figyelsz, és akkor mondom. Hát nem, csak akkor, tehát mindig jelezni fogom majd. Ha nem jelzem, akkor valószínű nem vettem észre. Jó, rendben, megbeszéltük akkor. Na, akkor pacsit rá. Fogjunk ezzet akkor. Oké. Okay. Hajrá. Uha, ez baj. Beindul a tulajdonképpen számláló. Na és figyelj, állászó, te mondod ki azt a szót. Annyi szót. De hát én melyik tudom. Szót? A tulajdonképpen? Így van. De én nem szoktam használni. Hát most így az utóbbi 5 percben szerintem... Jó, de most azért, mert ez a téma. Mert én vagyok a számláló. Aha. Jó, rendben. Ajaj. Na, beszélgessünk akkor, Dave O'Brien, vezérezetes. Jelvényszámom 9912. Rendben. Miről szeretnél beszélni? Ez olyan, mintha fekete-fehér igennemet játszanánk. Tényleg játszunk fekete-fehér igennemet? Talán. Hát, de most komolyan kérdezem, játszunk ilyet? Előlem. Na, jó, akkor én kezdem, és akkor ugye a fekete-fehér igennemet, azt nem lehet kimondani. Rendben van. Hogy telt a napod, Dave, eddig? Teljesen jól. Neked? Köszönöm, nekem is jól. Milyen színű a hó? Kicsit világos. Világos? Világos, így van. Ó, értem. Szereted a karácsonyt? Hát, vegyesek tulajdon. 100 dollár! Vegyesek az érzelmeim. Neked? Én személy szerint nagyon szeretem. És várod már egyébként a karácsonyt? Is-is. Te? Egy-két szóval fogsz válaszolni? Majd még kiderül. Rendben van. Szóval... hol tartottunk? Azt neked kell tudnod. Persze, hogy nekem kell. Lát ki. Rendben. Melyik a kedvenc fánkod? Az epres. És miért? Hát annak ilyen nagyon jó íze van, én kedvelem személy szerint nagyon igazából. És az eper a kedvenc gyümölcsöd? Kedvencek közé sorolnám, de... Hát igen, a kedvencek közé sorolom. Hogy mondtad? Kedvencek közé sorolom. De ott előtte volt egy szó. Mi volt? A hát után. Hát ő, nem? Nem, azt mondtad, hogy hát igen, úgyhogy nyertem. Baj. Ezt is játszhatnánk egyébként pénzben, szerintem. De mindig te kérdezel, ez így nem jó. Jó, de most én kérdeztem, utána te kezdesz. Szóval ez is akkor ilyen 100 dolcs is történet, úgyhogy jössz még egy százassal. Ez már baj. No, akkor most te jössz. Eddig Rachel, Dave, 1-0. Jó, rendben van. Akkor hol járunk most? Jelenleg? Így van. A kikötőnél. És ezt beszoktuk rádiózni? Nincs erről információm. Általában szoktunk ilyenről rádiózni. Ezt mikor mondtad el nekem kadétként? Amikor kadét voltál. Téves információ. Biztosan elmondtam neked, mert voltunk itt is járőrözni. Egyszer igazoltattunk itt. És kb. Ennyi. Jó, rendben. Melyik a kedvenc évszakod? Hát... Szeretem a telet, meg a nyarat. És a térben mit szeretsz leginkább? A havat. Ilyen évszak van jelenleg?
tél. És az milyen színű? A tél milyen színű? A télnek nincs színe. És a hónak? Annak van. És milyen? Világos. Világos. Hol járunk most? Fogalmam sincs. Hány óra van, azt meg tudnád mondani? Tehát már így... Délután van. Aha. Tehát már így nincsen világos. Este van. Este van? Szereted az estét? Persze. Ki ne szeretné az estét? Majdnem. Hát, bizony csak majdnem. Milyen színű járőr autó? Autó? Autó. Sötét-világos kombinációja. Aha. Olyan, mint ami velünk szembe jött. Hát milyen pontosabban? Pontosabban aha. Sötét és világos. Nagyszerű. Jó, mi a kedvenc ételed? A lazanya. És abban az miből épül fel? Paradicsom szószból és tésztából és darált húsból. És még? Hát, sajtból. És nagyon szereted? Nagyon. Sok sajttal? Úgy. Jobb oldalt mi van? Melyik a jobb kezem? Na, épület. Épület? És mi van abban az épületben? Sötétség? Pontosan. Áramszünet. Aha. Nem tudsz megfogni, Diógrá. Szereted ezt a munkát? Szeretem. Izgalmasabb, mint még mikor annó csontosos voltam. Akkor csak eladó voltál tulajdonképpen. Csak eladó? Így van, hát nem? Mi voltál még? Hogy mondod? Mi voltál még akkor? Előtte mi hangzott el? Nem tudom. Hát, ide nem? Hozzá? Azt mondtad. Áj, Dév! Tanszukat! 2-1. Na most én kérdezek. Kösd fel a gatyót, kisapám! No. Hát, akkor meg kell állni. Miért? Hát mondtad, hogy kössem fel a gatyámat. Tényleg? Igen. Jó, megint nyertem. Igen, kezdődött. Ennyi. Mi nem kezdődött a hét? Nem kell, de tehát most számolni kell? Nem számolni, de akkor mondani, hogy nem, de akkor menjünk úgy valami. Jó, akkor kezd. Oké. Okay. Szóval, és tettel. Merre megyünk? Hát, csak így járőrözgetünk. Szoktál edzeni járni? Ritkán. Miért? Az időm miatt. Mi a baj az időddel? Sok papírmunkám van. Miért van sok papírmunkád? Hát most is vele gyárdozok. Ja. Semmit sem kötelező. Ez így igaz. Dave O'Brien. Richard Green? Úgy tudom, hogy van neked... mi a neve? Micsoda? Olyan kollégád, aki tud segíteni. Otto Lincoln. És ő vele mi van? Régen beszéltem vele, sajnos. Nem... Ujj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 
De ez még mindig 3-1, D.O. Brian. Ez előbb is 3-1 volt, azt mondtad. Nem. Tényleg azt mondtad, hogy 3-1 amúgy. Nem, 3-0 volt, most van 3-1. 3-0 volt, de te akkor 3-1-et voltál. Jó, mindegy. Te kérdezel. Ja, jó. Semmit. Észnap csak pihentél? Így van. Pihentettem a testem. Hát, még a múltkori baleset miatt. Baleset miatt? Igen. Milyen? Jó, 3-2. Fárad az agyam. Azaz. No. Volt egy balesetem. Igen.
Köszönöm! Oké! Ezt már elkezdtem egyébként. Ez nagyon gyors volt. 4-2. Kedő lesz majd a kadácsom feld. Minden bizonnyal. És hol fogottál volni? Házban? A lakásomban. Uh-huh. Emeletem, földszinten. Emelet. És ott hol? A lakásban. A nappaliban. Ágyad mellett? Nappaliban? De berakom az ágyam mellé. Nappali közepén lesz? Egy szélén? Szélén? Valahol ízlésesen elhelyezve. Huncutkodik már. Az tök jó. Neked lesz karácsonyfád? Hát ez még kérdéses az a baj. Miért? Hát szintén az idő miatt. Idő? Mindent az időre fogsz? Hát inkább a sok papírmunkára. Hát ez már kamuszagú. Micsoda? Az idő. Húha, az baj akkor, hogyha így érzed. Így gondolom, nem érzem. Gondolod, hát érezni is szokták, tehát kimondtam, egyébként kimondtad a hangszót. Azt hittem nem veszed észre! Figyelek én, nehogy azt hidd, 4-3. Egyébként pillanat, rádiózzunk már, vagy a kollégák, a minden rendben? Én így. Kollégák, a minden rendben? Pozitív. Na, jól van. Nagyszerű. Akkor megnyugodtam. Kicsit feldúlt lelki állapotom volt már. Miből adódóan? Aggódom azért a kollégákért. Ó, te igazi állománytag vagy. Már mikor felvételt nyertem, akkor állománytaggá avanzsálódtam. Hát így van, de... rendben. De... Mit gondolsz a mai napról? Semmit. Egyébként most te kérdezel? Te kérdezel. Nem. Oké, köszönöm. De egyébként tényleg te kérdeztél volna. Csak... Te igen. Kérdeztél. Neked kellett kérdezni. Nem, te kérdezősködtél, mert még te mondtad, hogy be kellene kérdezni rádióba. És úgy kérdezted meg. És én utána el is kezdtem a beszélgetést. Hogy az még nem volt elkezdve? Jaj, nem kell előtte beszámolni, hogy most 3-2-1, és akkor start. Jó, akkor nyomassad akkor 5-3. Azt hiszem. 2-4-5. Így is van. Rendben van. Dave O'Brien nem akar... Ó. Tehát kimondtad 5-4. Akkor... Írom. A kis jegyzetembe. Mit írsz? Jaj, te írod közben? Persze! És mit írsz oda fel? Számokat. Hogy 5-4 neked? Így van. Rachel Greennek? Így van. 30-43-nak? Így van. Nagyszerű, nagyszerű. Egyszerű és nagyszerű. Tudod, hogy mi van itt bal oldalt egyébként? Fogalmam sincs. Mi van oda kiírva? Life... Tudja. Aha, rendben van. Most úgy csinálsz, mintha az egész várost kellene ismernem, hogy mi, hol, merre, milyen épület, stb. Hát, még ha az egész várost... Mi van az egész városra? Tehát nagyjából tudni kell, hogy mi merre van. Én szeretném, ha azt a mondatot befejeznél. Sajnos nem álmódomban befejezni azt a mondatot. Rendben, köszönöm. Hogyan? Látszokat. Jól. Dave O'Brien. Szereted a havat? Erre már egyszer válaszoltam. Valóban? Így van. Kiesett az emlékezetemből. Sajnálatos dolog. Nagyon. Egyszerűen felháborító. Mi lesz a következő kérdésed? Mikor kapok fizetésemelést?
papának után bejössz és vizsgázzol egyet. Miért kell vizsgázni? Csak úgy. Nincs fizu emelés? Csak úgy fizetés emelést adni. Persze. Hát a rendőrségen nem így van. Hogy? Kiugrak a kocsiból. Összevel. Jaj. Ez vicces. Nem vicces. De... Kifoszta ezt a vagyonomból. Miért? Te is ügyes vagy. Mi? 6-3-on vagy 7-3? Tehát így nem. 4? 2-4? 6? 7-4? Hát még az is eléggé rossz, tehát... Jó, az neked. Nem igazán. Tessék? Hogy a... Mondtam, nincs visszaszámlálás. Én basszom el mindig tulajdonképpen. $100? Gyere vissza! Most mit csináljak? Nem tudom, én nem a balfasz. Tudod, hogy még egy pont. Ez egy nem, nagyon jó nem játék. Nagyon jó játék. Ó, ez mióta van? Elnézést, kiszállhatok? Hát már egy ideje, eltudatok még, ki lesz állják. Figyelj már! Azt látod, hogy beesik a hó az étterembe? Igen, kicsit lyukas. Egyébként hogy mondtad? Kicsit lyukas. Tart a játék, csak szólok. Igen? Persze. Hamburger, wow! Viszont van, ami üres, és nincs az étteremben. De hogyhogy meglepődtél erről a helyről egyébként? Tessék? Hogyhogy meglepődtél, hogy itt van egy ilyen üzlet? Mert ez régen... régen ez a bolt, ez étterem volt, és... Ez itt. De ez nagyon sokáig le volt. Itt nem volt nagyon sokáig semmi. Hát akkor, mielőtt te a városba érkeztél, itt volt egy étterem. És volt mi az étterem... Bacalao. És mi az étterem tulajdonossával és az éttermi dolgozókkal jóba voltunk Tobival. Bacalao valamiért nagyon odaimlik ez a név egyébként. Hát... Mikor ment el nagyjából? Vagy mentek el, nem tudom. Kik? Hát mondtad, hogy tulajdonossával nagyon jóba voltatok. Régen már. Szerintem pont váltottátok egymást. Nem tudom, mert volt valami étterem tulajdonosa, aki adott nekünk ételitalt, mikor érkeztünk a városba tulajdonképpen. Aha, $100. Mondta... Tehát mondta nekünk, hogy ők elutaznak innen, vagy elutazik ő. Ja, értem. Na... Mit gondolsz? Lassan vissza kellene mennünk az őrsre. Hát lassan. Jól van, meg a piszkos anyagiakat el kell rendezni. Vége? Mennyi? Hát, számolja? Vége? Akkor? Számolhatod felőlem? Lezárjuk a játékot is? Hogy érzed? Rád bízom a döntést. Tehát mennyi a vége? Kérdezem még egyszer, lezárjuk a játékot? Mi a vége? Ezt kérdezem, erre válaszoljam el, légy szíves. 2-4-5 van neked, 2-4-6-8-10 nekem. Jézusom! És a másik? $400. Akkor 900-at adok neked? Én adnék neked így ezzel van. 4-et, és ezzel 4-ből 500, az 900. Így van, $900. Jézusom! Zseniális hát, szerintem. Ez nem jó. Tehát ez nekem hogy nem mondod? Tetszik.
1000! Megyek, mert beteszem a bankba. Tessé, jó volt a járőrözés, köszönöm. Na, adjál békén.